Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, oda hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Sajnálom a népet, már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen szomjan, bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek. Tanítványai így feleltek, honnan vennénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jól lakjanak? Jézus ekkor megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Azt felelték, 7. Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta a tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között, volt néhány kisebb haluk is, azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák ki. Ettek és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot, 7 kosár telt meg vele. Mintegy 4000-en voltak, azután elbocsátotta őket, maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanutába, annak környékére ment. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Az Úr Jézus valóban egy lett közülünk. Az embert nem úgy tekinti, mint valami feldolgozandó nyersanyagot. Tanítani jött, de mindezt emberségesen teszi, és a tömeggel együtt érezve. Ezért nem csak azt tudja, hogy nem csak kenyéred él az ember, hanem azt is jól tudja, hogy nem csak igéből él az ember. A tanítás szükséges, de csak akkor van értelme, ha élő embert hallgatja meg azt. Ezért a hűségesen kitartók élelméről is gondoskodni akar. Amint az atyának a teremtés után első dolga volt, hogy gondoskodjék az ember élelméről, olvassuk a teremtés könyvében, úgy tesz most maga az Úr Jézus is, a fiú. Ez a második kenyérszaporítás, amit most hallottunk Szent Márk leírásában. Ha összehasonlítjuk a két eseményt, fontos különbségeket találunk a kettő között. Az első alkalommal az apostolok figyelmeztették az Urat, hogy itt lenne az ideje elbocsátani az embereket, mert már esteledik. Itt viszont most maga az Úr Jézus veti föl az étkezés kérdését. Talán azóta irgalmasabb lett az Úr, vagy most jobban együtt érez az emberekkel, mint korábban. Szó sincs ilyesmiről. Az első alkalommal az Úr pihenni vitte az apostolokat, de mire a helyszínre értek, már nagy tömeg várta őket, tanításra éhezve. Az Úr pedig lelkesen ővelük kezdett el foglalkozni, nem az apostolokkal. Gondolom, hogy talán magukban az apostolok méltatlankodhattak is, és ezért siettethették Jézust, hogy küldje már el a tömeget, hogy nekik is jusson idő. Itt viszont az emberek kitartását és ragaszkodó szeretetét akarta megjutalmazni az Úr. Talán bizonyos féltékenységet is felfedezhettek az apostolok válaszában, amikor az Úr Jézus az aggodalmáról beszél nekik. Talán kicsit fölháborodva mondják, hogy honnan vennénk itt a pusztában ennyi kenyeret. Mintha az előző kenyérszaporításnál nem is lettek volna jelen, és nem ők osztották volna ki az élelmet az embereknek. Vagy úgy gondolták, hogy az csak egy egyszeri csodatétel volt, nem ismételhető meg. Az is különbség az előző alkalomtól, hogy itt az Úr sokkal nyíltabban beszél a tanítványaival. A maga érzelmeit is fölfedi, aggodalmairól is beszél nekik. Megosztja velük a problémát, és várja a javaslataikat. Gondolom, kis keserűséggel fogadhatta azt, hogy semmi javaslatot nem kapott tőlük. Nem azzal a bizalommal tekintettek Jézusra, hogy ő majd megoldja a dolgot, mert neki van hatalma, és akár csodát is tehet.
De az apostolok még értetlenek erre, és éretlenek a bizalomra. Ezért történik meg, hogy nem sokkal ezek után az Úr Jézus szemrehányást is tesz nekik, amikor arról panaszkodnak, hogy elfelejtettek kenyeret tenni a bárkába. Még mindig érzéketlen a szívetek, kérdezi tőlük az Úr. A mindennapjainkban nem vagyunk magunk is ilyen érzéketlenek Jézus Krisztus iránt. Tudnunk kell, Krisztus mellettünk és velünk van. Ne csodát várjunk tőle, de bízzunk benne segítségében. Amen.